Az elmúlt 23 évben a közigazgatás különböző területein dolgoztam. Kormányfelügyelőként megismerhettem a közigazgatási rendszer működését. Prefektusként a főtörvény alkalmazását tekintettem elsődleges feladatomnak. Városi tanácsosként, majd alpolgármesterként megismertem a megoldásra váró helyi problémákat, majd az Országos Közbeszerzési Ügynökség főtitkáraként tevékenykedtem. Az ezeken a területeken szerzett szakmai tapasztalat lehetőséget biztosít arra, hogy mindezt Románia parlamentjében kamatoztassa. A munkahelyek megőrzése, az új munkahelyek teremtése úgy a fiatalok, mint idősebbek számára elengedhetetlen. Így alapozhatjuk meg azt a biztonságot, ami most ilyen nehéz időkben mindennél fontosabb. Ladányi László Zsolt vagyok, az RMDSZ udvarhelyi parlamenti képviselőjelöltje. Úgy gondolom, amikor közösségünk képviselete a tét, akkor nem húzhatunk szét. Ezért bátorítok mindenkit arra, hogy december 6-án egy erős magyar parlamenti képviseletért menjen el szavazni.